tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Vájtszem nosztalgikus kibeszélőnk 6. októberi adása, mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Minden bizony a komoly mozinak szánták a Michael Crichton azonos című regényéből készült filmet, hiszen olyan szereplők kötelezték el magukat a produkció iránt, mint Dustin Hoffman, Sharon Stone vagy éppen Samuel L. Jackson. Végül azonban a zavarba ejtő történetvezetés és a sokszor érthetetlen és nem kevésbé tudománytalan cselekmények miatt az 1990 800 as Kifi Kaland filmet a nézők sem szerették, és a jelentős anyagi bukás mellett a kritikusok is lehúzták. A gömb, azaz az eredeti címe alapján a szféra lesz a mai műsorunk témája. Falagó Dév, szia Dév! Sziasztok, üdv mindenkinek! És Kő Gergő, szia Gergő! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Na, én itt a van nagyon lehúztam ezt a filmet, úgy érzem, papíron azért ez viszonylag izgalmasnak néz ki, nem? Egy űrhajó a víz alatt, ami emberi, és a jövőben érkezett, holott több mint 300 éve ott van, és benne egy rejtélyes tárgy, egy gömb, ami bizony, mint a szolárizban, materializálja a mi félelmeinket, a mi gondolatainkat. Ugye tulajdonképpen ez elég jól néz ki, de a film mégsem sikerült ennyire jól pedig tele van amúgy ö, szerethető ö, dolgokkal, kezdve például a színészekkel. Ma már azért nem nagyon látunk ilyen filmeket, ahol ilyen volumenű színművészek vannak, mint mondjuk Dustin Hoffman, Sharon Stone. Nyilván ma másnak is számítanak, mások számítanak a kemény vonalbeli mainstream ö, sztároknak. Az az igazság, hogy... Ö, nem is, nem is emlékszem azt, hogy milyen körülmények, lá, milyen körülmények között láttam először, de ti emlékeztek le? Nem, én nem emlékszem rá. Egyszer láttam a filmet, nagyon rég, ugye most újra néztem. Megmondom őszintén, valamelyik podcastban beszéltünk róla, hogy én nem igazán vagyok horror fan, és ezeket a pszichorrorokat sem igazán szerettem. És ugye alapból a film ugye úgy van behangozva, behang, hogy egy pszichohorror, vagy horror, nem is tudom, hogy science fiction, de horror beütésekkel. Skiffy Karant film. De valahol láttam, hogy horror is van hozzáírva valahol, de aztán lehet, hogy ez már utólag lett hozzáírva, de maga, hogy a filmben, jó, vannak kicsit horrorisztikus jelentek, de ez inkább ilyen pszichológiai, nem találom meg azt a szót, hogy mit szoktak ezekre a filmekre mondani, inkább így a lelkünket tapossa, de inkább az, az. És, és szerintem azért nem lehetett, szerintem ez sikeres, mert a maga a műfajában szerintem egy picit vontatott a film. 2 óra 14 perc, azt hiszem, vagy 2 óra 17, vagy hogy van a műsor ideje, és nekem ez, ez a témához viszonyítva egy picit hosszú volt. De szerintem pörgősebben kellett volna. Hasonló film ugye van egy, amelyik rövidebb, mondjuk az se lett egy olyan kasszasiker, de én úgy emlékszem, hogy az egy kicsit sikeresebb lett, Ugye ez a Halálhajó című science fiction, az is kicsit ilyen horror betétekkel, az inkább horrorisztikusabb nekem, nekem az volt inkább egy picit volt, hogy, hogy, olyan vontatott a maga. Nagyon jó a története szerintem nagyon jó, a színészek hatalmasak benne, Sharon Stone látszik, hogy a fénykorában van, ugye? Nem gyengé jól néz ki a hölgy, most nem csúnya, de de, 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 akkor lehetett látni a fénykorában volt, a Dustin Hoffman is szerintem akkor voltak ezek a vírus című filmjei, meg ezek, amit nagyon, nagyon, hasított. Szerintem azért nem lett sikeres, mert most néztem újra, és, és én nem is emlékeztem, hogy ez hogy ez mennyire jó film. De szerintem jó. Arra emlékszem, hogy ez mindig is egy nagyon izgalmas filmként élt bennem, és talán azért maradt meg ilyen kultikus, vagy kalandfilmnek, vagy sci-fi kalandfilmnek az emlékezetemben, mert nagyon kevésszer láttam. Szerintem a tévék ritkán vetítették akár idehaza is. Fogalmam sincs, hol láttam. Nem valószínű, hogy moziban, pedig akkoriban sokat jártam moziban, és akkoriban elég jól futottak a moziban ezek a science fiction akciókaland filmek, vagy akkoriban is, pedig akkor ez még pont a határa, ugye, hogy CGI és a, a nagy CGI korszak, ugye hát 2000 előtt vagyunk, de hát azért 99-ben jön, a, jönnek a baljósárnyak, de akárhogy is ez nagyon ilyen, ilyen HBO-s, vagy ilyen VHS, vagy ilyen filmklubos, tehát nem olyan mainstream film. Tehát első hallásra, mint Star Trek rajongó, teljesen bevonza a film, hogy van egy idegen űrhajó, és akkor arról kiderül, hogy jaj, ez emberi, de visszakerült a múltba. Van egy titokzatos hát, euh, entitás, ami a Star Trekben tucatjával van, és a Star Trek rajongó ilyen nagy volumenben szereti ilyeneket megnézni mozifilmszerűen. Egy Star Trek filmben is lehetett volna ilyen, csak ott nem akkor a dúranás, hogy találkozunk egy idegen entitással, ami valóra váltja ugye a fantáziánkat. Az már az eredeti sorozatban is volt. És az az igazság, hogy olyan sokáig nem néztem újra a filmet, hogy megmarad bennem, hogy hát ez egy tök jó ilyen, ilyen kalandfilm, és hogy ilyen misztikus, hogy most akkor kinek a gondolatai válnak valóra, vagy a végén hogyan oldják meg, milyen, milyen csavar van. És így újra nézve, egyébként most idén kétszer néztem újra, így egész véletlenül, tehát valahogy a másik felétől tényleg ez annyira így vontatott, és átmegy ebbe a pszichop thrillerben, és úgy érzem, hogy itt, ha ezt a filmet, tehát most 20 évvel később csinálták volna, amikor így ilyen kifinomítják, hogy egy közönségnek, tehát mi a, mi a közönségfilm, mi a blockbuster, ma már nem szeretnek kísérletezni, hogy a nagy franchise filmeket megnézitek, az egy végig egy filmnek, egy Marvel filmnek lendülete van, és ha ez nincs meg, akkor a nézők azt mondják, hogy nem volt jó a film. Tehát a humor, a kaland, az akció, a vállalatlan fordulatok, a karakterpillanatok mindig adott pontokon jól be vannak hangolva. És ezek tuti működnek, és tuti, hogy hozzák a ma már majdnem milliárdos bücsét. Nem kell, hogy az legyen minden film, de úgy érzem, hogy egy ilyen jó stífi alapanyagból el kellett volna dönteni, hogy ez egy hardcore-abb, mélyebbre menős film, kisebb közönségnek egy kicsit nehezebb műfajú, tehát legyen az a pszichotriller horror, mint a az Event Horizon, vagy az Abyss is ilyen volt, hogy kicsit az is ilyen vontatott, hogy a mélységtitka, kameron azt hiszem, és ott is már úgy, újra nézve, egyébként nagyon jók az effektek benne, ott is érzed, hogy nagyon lassan fejti ki. Tehát ott is van egy nagy misztikum, ott is van egy nagy, vagy hát idegen nények a víz alatt, de nekem ez a a bezártság, a víz alatti, tenger járós, eleve nem szeretem. Pedig a Star Treknek van egy ilyen hangulata, hogy tenger járós szifi, hát az űrhajón vagy, sokszor a híron zajlik minden. De nem tudom, emiatt csalódás volt így röviden mondva a újranézése. Jól működő film is lehetne, rengeteg poén, nem... Be... Jó, vannak, tehát tudományosan, nyilván ez nem a Parallax is, csak a vágy szem, tehát arról nem fogunk beszélni, hogy tudományosan mennyire már az első 15 perc mennyire gáz, de alapvetően ott nem beszélek luffy és nem szoktam a, a tenger alatt rendelni, meg ilyen, főleg a Dustin Hoffman szájából előjövő ilyen kis poénok, szerintem egyébként tök jól működnek, és tök jól működik ebbe a közegbe. Aztán Samuel L. Jackson bemegy a gömbbe, és onnantól kezdve nem tudott követni, hiszen látjuk Dustin Hoffman is bemegy a gömbbe, de ő nem is emlékszik rá, és ugye elkezd megvalósulni a minden, amitől tartanak, és és ott vannak egy igazából egy töküles állomáson, ahol nincsenek katonák, tehát lezuhant egy űrhajó, de nincsenek katonák a, a bázison, nincsen... Én csak Shepard alezredes sincs ott a kis cséka, ö, csapatával, tehát hogy nem, hogy, hogy leküldenek egy, nem tudom, azért, mert írt egy könyvet a Dustin Hoffman karaktere arról, hogyha ilyen történne, akkor kik azok az emberek, akikkel nem tudom, egy ilyen csoportot lehetne alakítani, és akkor leviszik. őket, Tehát hogy valahogy egy olyan teljesen alaptalan, teljesen olyan... Tehát ahhoz képest, hogy ott látjuk, megérkezünk az elején, és látjuk, hogy rengeteg hajó van, hiszen még a Dustin Hoffman is megjegyzi, hogy, hogy egy, egy, egy lezuhant repülőjér, ugye akkor meg úgy tudja, hogy egy repülőgép zuhant le, ennyi hajó, és utána meg ott vannak magányosan a, a víz mélyén, egy olyan akkora állomáson, mint Atlantis KB, tehát egy óriási állomáson, úgy, hogy a dokkoló egység, vagy a, vagy a merülő hajó, amivel lemennek, az nem képes dokkolni arra az állomásra, amit most raktak ott össze darabokba, elmondja a főnök, és, és ott ilyen mint az űrsét, a ilyen vízsétát kell tenniük, ugye ott a Quill Latifa karaktere tulajdonképpen ekkori hal meg, amikor a, visszaviszi a, 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 kameráknak a rögzített szalagját, vagy nem tudom, az adatokat ott a, a hajóra, és ugye lenullázza, vagy újra le 12 órára rakja azt a, olyan, olyan, és akkor ott ugye fölébred akkor a Samuel Jackson karaktere, és akkor ott énekelget. Kész kaotikai nagyon hosszan tudnám magyarázni ezeket a dolgokat, amiket lehet, hogy az én agyam nem képes befogadni. Nem, igazad van különben. Tényleg a vége az, hogy nem vezetik, a né nem vezetik a nézőt vele. Tehát addig a pontig, hogy te mondod, igen. addig a pontig, amíg, hogy hívják, amíg be nem megy a gömbbe a Samuel L. Jackson, addig igen, addig egy szokványos science fiction a film, a szokásos, hogy le lemegy, megtalálják az idegen, űrhajót, tödödödödöd. És onnantól kezdve, ahogy te mondod, egy kicsit olyan, úgy szét, olyan, mint a szétesne a film. Oké, okay, rendben valami történik, és akkor ugye bevezetik ezt a jerry ugye, hogy jön egy idegen lény, akkor mindenki azt hiszi, hogy kiszabadult valami a gömbbe, jön egy idegen lény. És, és az egész egy ilyen nagyon vontatottan alakul ki a végén, olyan, és hogy te mondod, olyan, olyan hogy én se tudtam követni, hogy most akkor most mi volt, hogy van most akkor, kinek, mit csinál, hogy került az a sok medúza? Milyen nem medúza az? Aztán, vagy, aztán jön a polip, nagy polip, eltűnik, Samuel Jackson föltűnik, letűnik, ugye az is így hirtelen fújt, megjelenik a gömnél. igazad van, tényleg olyan, olyan zagyva lett. És onnantól kezdve, különben az előbb a Dave mondta ki, hogy hívják, az egyik jó szó, hogy onnantól kezdve mire emlékeztetett a film a második fel, mert az első fel egy hagyományos science fiction, jönnek az ufók, megtaláljuk őket, de tudom, hogy kiderül, hogy nem ufó a végén, persze és akkor a második része egy átmegy egy ilyen vontatott, mint a Wolfgang Petersennek a dasbotja, hallod? Az a sötét, zárt, szű, bármikor fölrobbanhat, jön a víz, jön a tűz, jön, az ellenséges hajó, és dobálja a vízi aknákat is. és, és ott is hogy ilyen depresszió van az egész filmben. És az azt itt hogy tovább megy, és hogy felfejlődnek a karakterek. Igen, ott most a Sharon Stone és a Dusty Hoffman karakterek igen, között igen. is van egy ilyen dolog, ami nagyon kicsi részben kitérnek, de tulajdonképpen nem. nem kapunk vele többet. Én azt gondolom, hogy ezek a könyvben, nem olvastam a könyvet sajnos, de van olyan kommentelő, aki igen, amikor az, az, javítson ki, vagy erősítsen meg, kérem, mert én azt gondolom, hogy ez a könyvben jobban ki van fejtve ezek, ezek a vonalak, és ez egyébként nem fért bele talán a, egyébként is maratoni hosszúságú filmbe, plusz hát ennél csak tényleg még unalmasabbá tehette volna. Az, hogy így tették unalmassá. Tehát voltak olyan felesleges üres járatok a filmben a végén, amit a kis kivágtak volna belőle, és mondjuk egy kicsit jobban kifejtette volna, hogy mi van a Sharon Stone, jobban kifejtették volna az, hogy lejött a emberek nagy nehezen, hogy ugye valószínűleg összejöttek a Sharon Stone meg a Dustin Hoffman, de ezek mindig ilyen, ilyen, ilyen el, elvetett, félszavas, ilyen nem kifejtett mondat. Nekem olyan érzésem volt, mint hogyha a filmnek a felénél esküszöm a rendezőt váltottak volna. De tényleg, az eleje egy tök világos, vicces, Jó, lehet, hogy ezt is akarta a rendező különben, hogy, hogy a második fele egy kicsit ilyen depressziós legyen, mert ugye az egész filmet ahová kivitték a végén, az indokolná. Csak itt szerintem az arányok voltak rosszak, hogy a, 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 kezdetben ilyen vidám, nem vidám, ez egy kis rossz, erőszó a vidám, csak ilyen világos, színes, igaz, a... ilyen bum, Igen. de hát laza, egy ilyen depibe. És szerintem ez így, így magával ránt mindenkit, ez a, ez a tehát hogy, hogy a szűk folyósok, hogy hívják, és egy annyira éles váltás volt a kettő között, az eleje meg a vége között, Attól függően, ha a maga műfajában nézzük, szerintem szerintem ez egy jó film. Csak nem, nem éreztem, ahogy te mondod, nem, nem volt benne következetesség, vagy vagy, vagy nem jó vitte át a rendező. Két, de két filmet néztünk volna. Első rész, második rész. <laughs> nem tudom, de volt valami a forgatás közben, ahogy én itt olvasgattam, hogy volt egy forgatási szünet is. Tehát nyilván Michael Crichton megírta a regényt, és az mm. nagyjából az alapján halad a cselekmény. És hát egy közönségfilm. Tehát el kell, el kell dönteni egy film, nem vagyok producer, nyilván, el kell dönteni szerintem egy filmnél, hogy kiknek szálljuk. És azt hiszem a legfontosabb hollywoodi döntések erről szólnak, hogy gyerekek, ez egy közönségfilm lesz, egy blockbustert akarunk, egyébként 16-os karikás az a film, vagy korhatáros volt Magyarországon, az már nem közönségfilm. Tehát oda már nem mehet be egy család gyerekekkel, mint én 12-14 évesekkel, pedig ez simán lehetne egy olyan film. Némó kapitányt emlegetik, és jó, nem kell egy tinta alatt közelről megmutatni, amikor olyan sokáig mutatják. Nagyon felborzolja ugye az embert, amikor már azok a jelenetek vannak, és szerintem túl sok az olyan jelenet a filmben, vagy túl hosszúra vannak vágva, ahol a szereplők egy egyedül vannak kétségbe esve, és nem tudják, hogy mi van. Nem tudsz melyik szereplő után menni. Most minden filmben kell egy ilyen vezető, ilyen lead karakternek lenni. Itt azt mondod, hogy hát a Dustin hoffman látjuk először, akkor nyilván a rendezői szándék az, hogy majd ő lesz a vezető karakter, akire ráhangolódik az egész. Ő se tud mindent, de ő rajta keresztül tudsz meg dolgokat. És ha megfigyelitek, valami jól van vágva vagy beállítva a jelenlet, hogy van egy ilyen briefing, egy eligazítás, és ott szépen ledarálják, hogy már 300 éve itt van, korán rétegek, akkor milyen régen itt lehet. És a Samuel L. Jackson, aki a legnagyobb figura a filmben, akkor se volt már egy, egy jelentéktelen színész, hátul a lábát föltéve van, észre se veszett, tehát szinte képen kívül van. Mégis azt se tudod, hogy szerepel benne, és onnan kezd bedumálni. Tehát egy őrült jó belépője van. Az, hogy Sharon Stone meg a szeretője volt a, nem tudom, a egyetemi professzorának, az, az, igazából egy persze egy habos-babos történet. Depresszióval küzd, de ő lent, és lent van a víz alatt, döntéseket kell hozni. Ez is lehet, de akkor ez már tényleg egy olyan műfajba megy át, ahol tehát túl sok monológia van a filmnek. Tehát ahol a Dustin Hoffman ilyen mikrofonokba beszél, és nem értjük, hogy mi van, és kivel yeah. beszél, és hogy kihez beszél. Egy rövid szünet után folytatjuk ezt a élménydús beszélgetést erről a feletté élménydús filmről, a gömbről, úgyhogy tartsatok velünk. A hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus és szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét patreon.com per parallax is. Figyeljetek, láttunk már olyat, hogy egy kábel TV szerelő megfejti az idegenek kódját, és megmenti az elnököt a függetlenség napjában. Tehát nagyon sokszor láttunk már olyat, hogy hétköznapinak vélt karakterek kerülnek egy-egy ilyen film középpontjába, és vannak filmek, amiknek jól áll. Nyilván a függetlenség napjáról lehet sokat beszélni, mert nyilván tele van azért butaságokkal, beszéltünk is róla a parallaxisban eleget, viszont itt nem hiszed el, hogy ezek okos emberek, vagy én nem hiszem el, vagy egy bizonyos szintig hiszem csak el, Samuel L. Jacksonra vissza, térve, amikor persze te jártál a gömbben, és akkor Samuel L. Jackson, igen, emlékszem, é, 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 de. és senkinek nem tűnik föl, hogy ilyen idiótán kezdek viselkedni utána. Tehát, hogy egy idegen műhajót derítenek föl, és nem tudok a csapatról semmit. Például. És hol vannak a katonák? Tényleg? Hol vannak a katonák? Nem, igazad nagyon következetlen ilyen oldalról a film. Tehát mindenki tudta, hogy amikor Samuel Jackson bemennek, kim volt meg a gömbot, hogy ugye azért viselkedik így, ez a, meg eszik, mint az őrült, a... mert ő ben volt a gömbbe. Csak nem magyarázzák meg ezeket a dolgokat, hogy nem véletlenül teszi például a Dustin Hoffman se, az azt hiszi, hogy hagyma És közdi vele, hogy az tinta halkarika. És ugye miért? Mert tudta, hogy a Samuel Jackson karakter utálja a tinta alatt, tehát ő le akarta ellenőrizni, hogy a tényleg te vagy, de tényleg te vagy-e? De ezt a film nem mondja ki, a végén, a legesleg végére összeáll a dolog nagyjából, de ezt csak egy sejted, mert ugye az egésznek ugye úgy jön ki a végén, hogy rájönnek arra, hogy ő belőlük ugye az emberekből a legrosszabbat hozza ki. De ezt, ezt annyira zagyván mondja el a végén, az hárman beszélgetnek ott a, hogy ú, uh, felejtsük el, és akkor megfogjuk, és van hatalmunk hozzá milyen hatalmatok volt? Ott a gömb az elment közbe. és akkor ott állok, hogy ugye elment a vége, ott áll mindegyik, hogy akkor most, most elfelejtettük, nem felejtettük, a gömb elment, de mindenki látta a gömböt. Tehát mindenki látta a gömböt, mégis, tehát ott kint, és, és így snitt, és így elvágtak. Tehát ott sem, ott sem kaptunk semmilyen magyarázatot, rád van bízva. Egyébként én se szeretem a, tehát az ilyen polipok, meg ilyen tengeri uh, cuccok, tehát nekem is ez a 20 mérfő a tenger alatt, azt hiszem én se olvastam el, bár nem, nem, az volt, hogy 87. oldalán elfélbe hagytam, csak uh, nem, nem szeretem az ilyen lényeket, és uh, ezt tök jó megmutatták, hogy uh, gyakorlatilag az ő képzeletet, tehát azt, amit átad. Gyakorlatilag ez a, ez a gömb egy olyan entitás, amely úgy szóval egyszerre vizsgálja az ember, de egyszerre a legrosszabb dolgokat veszik ki, mert a félmenyből tanult. Tehát nem lehet vele rendesen kommunikálni. Tehát, mint egy gyerek, mint egy óvodás. De ugye ott mondja pont a Dustin Hoffman, hogy mi van, ha a Jerry begurul, vagy a Harry, akkor még Jerry. Szeretjük ezt filmben látni, hogy a Dustin Hoffman nyitogatja ott az ajtókat, és akkor ott kizúdulnak a könyvek, és vagy a ott a sok kaja, gyakorlatilag nem is kell tehát az űrhajóra nem, miért kéne átmenni az űrhajóra, nem tudom, 300 éves kajáért. A szeretsz a, a, a főszereplőkkel együtt meglepődni. Tehát nem azt szereted látni, hogy jön egy szereplő és elmondja, hogy ezt és ezt láttam, hanem szereted látni az emberek arcát, hogy kezébe veszés, néztek ezt sósmagyóról, meg szemétároló. Ja, ide írták spanyolul is. És akkor ott, ott a néző, tehát ott, tehát az, az annyira jól megvan az a rész csinálva, miközben teljesen elengedi a kezedet ebben a pszichop thriller részben. Lehet, hogy azért, hogy a néző is így ö, azt se tudom, hogy mi van, mi történik, most ki az, aki járt a gönben, ki az, aki nem. Az elején még annyira értettük, most meg már ö, egy nagy zagyvaság tényleg az egész. Lehet, hogy ez szándékos, csak nem, nem lett jó végeredmény. Ez számít, hogy ki járt a gömbben? Hát mert sorba azok a ki mitől félt. A Dustin hoffman is volt valami, azt ott a tűz, vagy nem is tudom mi volt, mert a Samuel L. jackson ott a izé volt a tintahal, meg a medúzák. Nem, a Dustin Hoffman képzelete volt a medúzák. a végén mind kiderült. Ami ott a Queen Latifat megtámadta. Sok... Igen, a, medúzáról a meg csak annyit, hogy, hogy azért a film talán legkülsésebb jelenetel. Mert egyébként tényleg hat olyanokkal ez a film, hogy, hogy hogy ez egy emberi űrhajó. Olyan hatalmas, jó felütések vannak, hogy hihetetlen. És akkor kimegy a Latifal, már mikor ott maga van szolgálatban? Igen, kiviszem a izét, kiviszem a szallagokat, stb. Már ott tudjuk, hogy meg fog halni. Majd kimegy, meglátunk egy medúzát, Jaj, meglátunk erősik. még egy medúzát, majd aztán ezzel lesznek, és, és a tudjuk, a hogy garugat. meghal. A félelmeket erősíti föl. És, de a végén ugye mondja a Dustin Hoffman, hogy ugye először is, ugye ez nem derül ki elő, hogy ez egy élőlény. Tehát ő azt mondja, hogy ez egy, ez egy olyan tárgy, mert végén tárgyként beszél róla, mint a régi gömbök, azok a kívánság gömbök, arra kell kiukatni, hogy a gömb az, az, csak egy tárgy, viszont az emberek még alkalmatlanok arra, hogy ennek a tárgynak az erejét, a lehetőségeit kihasználja. Annyira zavaros a Dustin Hoffmannak a magyarázata, hogy egyszerűen az ember nehezen jön rá, hogy ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen varázsgömb, ami megvalósíthatná az embereknek a vágyait. Tehát gondold bele, hogy nem medúzát álmodok oda, hanem 10 tonna 100 dollárost. Hú, és ott van a 10 tonna 100 dollárost. Tehát, és az ember ezt nem tudja kihasználni, mert a paranójáinak, a félelmeinek él. Most az történt, hogy nem tudom, a 24.-25. században emberi űrhajó repült, talált az űrben egy gömböt, azt fölvitte a fedélzetre, utána beleesett egy fekete lyukba, majd a fekete lyuk utána visszaküldte ide, beleesett a tengerbe, 300, vagy az óceánba, 300 évet várt a gömb, majd ők jöttek, felfedezték, és utána elrepült a gömb. Hát ő nem. A gömb az nem. Véletlenül fedezték föl. Tehát, hogyha ugye úgy kezdődik, hogyha a hajó húzta ki a kábelt, az optikai kábelt. És ha nem szakítja el a kábelt, hogy a farok rész, akkor lehet, hogy még, hát még 300 évig ott figyel. Oké, okay, de a gömb ez elrepül a végén. A végén repül igen, mikor. mikor, mikor de az miért emberek... akkor repül el? Persze... Értitek? Tehát, hogy miért várt ennyit, és egyébként is Jerry-nek kezdik hívni, majd aztán kiborul, hogy ő nem Jerry. De akkor ha? eddig miért nem borult ki rajta? Hát ő Harry. Ugye? Ugye? Ugye, mert ugye Igen, végén Igen, még okay. levezették. Én értem, de hogyha én Gergő én egyfolytában dévnek hívlak téged. <laughs> akkor te rögtön azt mondod, hogy de de meg én Gergő vagyok, vagy vársz három napot, majd között, hogy egyébként én Gergő vagyok. Igazad van, igazad van. És nem bocs, és nem volt, tehát nem lehet arra fogni, hogy mondjuk azért, mert ott a kódolása, ahogy ott bekódolják a betűket, hogy ott, ott a hiba. Na de uh -huh. akkor. Iba, tehát a, minden írásban, vagy az írások többségében, amiben érintett mondjuk a J betű, vagy érintett mondjuk a H betű, ott lett volna, tehát ha én, az én billentyűzetem az Y helyén az Z van, akkor minden y az szó helyén z-betű lesz. E bet... Tehát, hogy ez a része például nekem egy kicsit magas, hogy ez, ez logikai bukvenc, hogy én nem értem Nem, ez rendesen. logikai bukfensz Mert ugye angolul kiírt egy csomó szót, amit tele volt h-betűvel. How are you volt, meg ilyenek voltak ott. Ez egy halál nagy buktája ennek a... Ebbe igazad van, mert ennek már attól, írta, hogy ki kellett volna buknia, hogy nem jól lett lekódolva, és a végén azért rájön. Tehát te... rengeteg ilyen apróság van benne, ami ami szerintem, szerintem is logikátlan de senki nem gondolt ott jóra, mondjuk a, 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 az a fiatal srác, aki a sikolyban a csávó. Az nem gondolt egy nagybögyös csajra, vagy mondjuk a Leslie Hoffman, amikor ott meglátta újra a Sharon Stone-t, akkor nem 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 gondoltotta magányában, vagy a zuhany alatt értitek, Értem. tehát hogy oké, okay, tehát Stone hogy, hogy itt csak hogy a akkor... Samuel L. Jackson a nem tudom miért soha nincs sor biztos piszkosnak a Lehet, hogy ő, ő gondolt Sharon csak ne, azt nekünk kivágták. Valamelyik korábbi adásunkhoz odaírták, hogy egyáltalán nem értjük, hogy mit látunk. Hogy azért hangsúlyozzuk, hogy az nem probléma, ha egy film ránk bíz egy csomó dolgot, Igen. és nem rágja a szánkba, mondjuk egy narrátorral, vagy bármi mással a történéseket, hogy tényleg azt értsd, amit én akarok, hogy értsél. Ez eddig oké. Okay. Tehát akkor ez majdnem lemegy a, a 2001 júrod a szintjére, amikor énekelnek, a, huhognak a majmok, énekel a űrállomás, meg a sípola, hogy hívják, és talált ki, hogy mi van benne, és ha nem olvastad el az Ártus Sziklának a könyvét, akkor fingod nincs, hogy miről szól ez a film. Dűnénél is ezt szokták mondani, hogy el kell olvasnod a könyvet, hogy akár a 84 es most akár a 21-es filmet megértsed. megértsed, meg ilyen füzetekkel, füzetekkel küldték be a nézőket a 81 ben a moziba, 84-ban moziba. Itt meg tudósokról beszélünk. Azért jók az ilyen filmek, tehát mindig van egy tudós karakter, most tényleg a Függetlenség napját, napja. Igen, mondta Dám, és én imádom. Hát ott a, tehát imádjuk azokat a karaktereket ilyenkor, imádjuk a nem tudom a. Tehát vannak a tipikus amerikai karakterek, de azok között kell lenni legalább egynek, akinek azért valamennyire úgy, úgy a néző felé közvetíti az eseményeket. Egyáltalán megtörtént a film vége? Tényleg volt egy pillanat, amikor ők hirtelen az űrhajóban találták magukat. Azt jelenti, hogy ott a valóság már durván kezdett Igen. átalakulni. Így van. Amikor ugye, hogy most a kishajóban vagyunk, vagy nem ott vagyunk bár Wikipédia utal arra, hogy Michael Crichton a könyv végén arra utal, hogy a Halpern, tehát a Sharon Stone karaktere által nem felejtette el mindent. Tehát ő nem helyettestette az emlékeit. Ami nagyon tetszett a, a, filmben, és ami hát jó ötlet vett volna, hogy vezesse a nézőt, ez a hát, kvázi fejezetekre osztás. Tehát voltak ezek az alcímek, hogy Surface, Deep, Spacecraft, meg nem tudom, most analízis van, most nem tudom, most van a kapcsolatfelvétel, tehát gyakorlatilag mintha lett volna egy nagyon határozott koncepció, hogy milyen arányokban mutatjuk be ezt a történetet. És még az ember örült is, meg látta, hogy hú, még itt jó lenne még egy kicsit azt a részét tovább fejteni, hogy még ne öljünk rá, hogy ez amerikai űrhajó, mert ez tök izgalmas, hogy ki tudják nyitni az ajtót, pont akkor az ajtó, mint egy ember. Ezek az apró Morzsák, ami alapján. Tehát ezt, ezt szerintem imádja minden néző. Streamingbe, hat, hat részbe, esetleg tíz részbe, ezt tökéletesen meg lehetne csinálni, úgyhogy, úgyhogy nem fájdul bele a fejünk, és mégis egy nagyon misztikus, és nagyon ö, ö, nem, nem is olyan kézzelfogható sztorit kapnánk, de a végére összeállhatna. Mert igazából ezzel a film is az volt a baj, vagy szerintem az a baj, hogy nem az a baj, hogy a félúton elveszíti a fejét a film, hanem az, hogy a végére se találja meg. Itt, itt széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy igen. Mi a fene Ez folyik így. itt? Tehát megtudtunk meg valamit az űrhajóról, igazából nem. Megtudtunk valamit a gömbről, igazából nem. Megtudtunk erről a, magának a gömbnek ugye az erejéről, igazából, hát maximum nagyon részben. És hát tényleg az van, hogy, hogy most csak, a, csak a félelmeinket manifestálja, vagy akkor a, 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 kívánalmakat is, de hát akkor, ahogy elmondtam korábban, ez azért sántít, hogy senki nem gondol semmi jóra. Én például gondolnék egy nagyon nagyon adag somlói galuskára, nyilván akkor meg kéne jelennie annak a somlói galuskának. Vagy akkor a somlói galuska egyen meg engem, tehát hogy akkor meg legyen horror, de hogy akkor döntsük el, olyan sok gondolatot el tudnék képzelni ez a gömbbel, tényleg. Sok potenciál van menni, és most a kedves hallgatóknak úgy tűnik, hogy most leültünk hárman a nagyjából semmiről beszélni, hát most csak az az oka, hogy ez a film, ez, ez bizony, hát egy nagyon furcsa hatást gyakorolt ránk, és hát nem igazán tudunk vele mit kezdeni, de reméljük, hogy lesz olyan hallgató, aki aki a felvetett kérdéségre esetleg talán válaszolni is tud, vagy, vagy esetleg a komment szekcióban tovább pörög ennek a, ennek a bűsornak a, a eszenciája, és, és megfejtődik a gömbötitok. titok. És egyébként nekem amúgy többet mondó, így a műsor végén azért a, a Szféra cím, ugye eredetileg mint a gömb, mert hogy a gömb film az nagyon behatárolja a gondolkodásunkat is a filmről, ahogy ezt az egész műsort végig beszéltük, úgy, hogy, hogy az a gömb csinál mindent. De ha szféraként tekintünk a filmre, akkor mindjárt nem teljesen a gömb van a középpontban, és talán nagyobb a mozgástér is, talán egy kicsit több a, több a, a, a fantáziának a mozgástere, de hát nem tudom. Úgyhogy szerintem lekezdtük is be ezt a mai adást, nem jutunk egyről a kettőre. Legközelebb, majd novemberben egy jobb filmet fogunk kibeszélni itt a vágy szemben, a Pusztító 93-ból fog érkezni, amit ha minden jól megy, vagy a tervek szerint Géza, Dév és Attila fognak kibeszélni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd arra, hogy hogy no, euh, mik, a, mik a tapasztalataitok. A tapasztalataitok ezzel a filmmel kapcsolatban úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a, a mai figyelmet kedves hallgatók, hogy végig velünk ezt a filmet és osztoztatok a fájdalmunkban legközelebb tehát november 14-én lesz új Vágyszem podcast további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek nektek köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk, és ne felejtjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá Gergő és Faragó Dév nevében, és köszönöm a mai megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.